Szeretettel köszöntöm a telesuli nézőit, közöttük az érettségire készülő diákokat, és nem utolsó sorban kedves tanítványaimat az Onissi Forgibu és a Bátori István elméleti liceumból. Ezen az órán az optikai mintatételek római egyes és kettes feladataiból válogattam. Az első témakör a fényvisszaverődés tükrök. Két egymással párhuzamos A és B sík tükör közé egy kisméretű fényforrást teszünk. A fényforrás és az A tükör közti távolság 10 cm. A két tükör között a távolság 30 cm. Az A tükörben a fényforrásról alkotott első és második kép közötti távolság nagyságát kell meghatározzuk. Minden optikai feladatot úgy kezdünk, hogy elvégezzük a ö, rajzot felrajzoljuk az A tükröt, vele párhuzamosan a B tükröt, és a kettő közé helyezzük az S fényforrást. Most ebből a fes fényforrásból sugarak indulnak ki minden irányba, de mi most azt a sugarat fogjuk tekinteni, amelyik merőlegesen esik az A tükörre. A fény visszaverődés törvényének értelmében a belső sugár ö, ö, Nulla szöget zár be a beesési merőlegessel, tehát a visszaverődési szög is egyenlő nullával, ami azt jelenti, hogy ez a fénysugár ezen egyenes mentén az A és B tükör között fog folyamatosan oda- és visszaverődni. Most szerkesszük meg a képet. Ezt a fénysugarat meghosszabbítjuk. Mivel pontszerű fényforrásul van szó, ezért a képszerkesztés nagyon könnyű, felveszik az S1 pontot ugyanakkor a távolságra a tükörtől, mint amilyen távolságra van a fényforrás tehát 10 cm-re, itt keletkezik a fényforrás látszólagos képe. Hasonló módon szerkesszük meg a fényforrásnak a képét a B tükörben. A fényforrás képe a B tükörben szintén egy látszólagos kép, viszont ez tárként szerepel az A tükör számára. A az SB kép 50 cm-re található az A tükörtől, tehát a látszólagos képe 50 cm-re fog keletkezni. Az S2 és az S1 pontok közötti távolság éppen 40 cm. Hát ez inkább egy játékos feladat volt, ezért még egy ö, ö, plusz kérdést fogok feltenni, Hány kép keletkezik összesen? Ez egy találós kérdés, és aki ennek a megfejtését ö, 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 meg tudja mondani a műsor végéig, az nagyon ügyes, aki viszont nem, annak a megfe, az megtalálja a megfejtést az utolsó oldalon. Második témakörünk a fénytörés. Egy kísérletben egy lézersugár sugár eltörési szögét mérték meg, akkor, amikor a sugár levegőből egy bizonyos folyadékba lépett be. Az i-beesési szög különböző értékeire az ábrán látható grafikon nyerték. A fény terjedési sebessége abban a folyadékban megközelítőleg a következő. Felírjuk a törés törvényét és az ennek helyébe behelyettesítjük egyet ami a levegő a légüres tértörés mutatója az n2 helyébe n helyettesítünk be, ami a folyadéktörés mutatója, tehát kapjuk n egyenlő színusz i törve színusz r-rel, a grafikonon megnézzük, hogy a színusz i értékének milyen színusz r érték felel meg, ebben az esetben ha színusz i 1, akkor a színusz r egyenlő 0,75 és az n értéke így lesz 4 harmad. Tudjuk hullámoptikából, hogy egy adott közekörés mutatója egyenlő c per v ahol a c a fényterjedési sebessége az adott közegben, a v pedig a, bocsánat a fényterjedési sebessége légüres térben, a v pedig a fényterjedési sebessége egy adott közegben. A c értékét megkapjátok a feladatlap pont legfelül, az állandók között, és így ki tudjátok számítani a v-t úgy mint c/n. per N. Tehát a b megoldás lesz a helyes. Menjünk tovább. A vékony lencsékről fogunk beszélni. A vékony lencsék képalkotásának tanulmányozásához egy optikai padot használnak, amelyre egy tárgyat, egy vékony lencsét és egy ernyőt szerelnek. A kísérlet során változtatják a tárgy és a lencse közötti távolságot. A tárgy minden helyzet esetén úgy mozdítják el az ernyőt, hogy azon éles képet kapjanak, és megmérik a kép Méretét. A kísérlet összegyűjtött adatait egy táblázatba foglalják össze, amelyben d1 egyenlő mínusz x1 a tájlencse távolsága, és h2 egyenlő mínusz y2 a kép magassága. Mielőtt tovább mennénk... El szeretném mondani, hogy a feladat szövegéből kiolvasható az, hogy mivel ernyőn keletkezik a kép, ezért valódi képről van szó. Valódi képet csak gyűjtőlencse tud létrehozni. A kérdés. Készítsetek egy rajzot, amely a gyűjtőlencse képalkotását szemlélteti. A tárgyat tekintsétek az optikai főtengelyre merőlegesnek, a tárgylencse távolságot pedig a fókusztávolság kétszeresének. Na most, amikor elkészítek egy képszerkesztési rajzot, akkor nagyon ügyeljetek arra, hogy a rajzot arányosan készítsétek el, ugyanis ez sokat segít nektek a feladat megoldásában. Akkor, amikor meghúztátok az optikai főtengelyt és álmerőlegesen felvettétek a lencsét, két oldalt jelöljétek be szimmetrikusan a fókuszpontokat, ezek egyenlő távolságra vannak a lencsétől, abban az esetben, hogyha a lencse mindkét oldalán ugyanaz a közeg van. Jó, hogyha bejelölitek a kétszeres fókusz ö, távolság végpontjait is, azért, mert ezek a pontok sokat segítenek majd a kép ö, ö, és a tárgy helyének a meghatározásában. Ö, azt az előjelszabályt használjuk, amelyet a Telesúli 7. fizika leckéjében 100 tanáról is elmagyarázott nektek. Tekintsük a sugármenetet balról jobbra irányulónak, és akkor minden távolságot, amit a lencsétől balra mérünk, negatívnak vesszük, amit a lencsétől jobbra mérünk, pozitívnak vesszük. A, a fókusz fókusztávolságát pozitív értékűnek vesszük, Táltávolságot egy X-1 jelöljük. A mi esetünkben X1 mínusz 2 f fel. Uh. Az X2-t pedig most szerkesztéssel fogjuk meghatározni. Tudjuk azt elméletből, de ha pontosan szerkesztettünk, akkor kijön, hogy a kép is a kétszeres fókusztávolságban keletkezik. Ebben az esetben a tárgy nagysága Y1 egyenlő a kép nagyságával Y2-vel, és a képtávolság egyenlő két f -el. Ez egy pozitív érték. A lineáris nagyítás, a beta az egyenlő y2 per y 1 a mi esetünkben egyenlő mínusz 1 egy el a mínusz előjel azt jelenti, hogy a kép fordított állású. Folytatás. B. A vékony lencsék első alapösszefüggését felhasználva állapítsátok meg, hogyan függ a kép lencse távolság a tárgy és lencse közötti D1 távolságtól egy F fókusz távolságú lencse esetén. Vékony lencsékről beszélünk akkor, amikor a lencsék vastagsága elhanyagolható a görbület és sugárhoz képest a feladat azt kéri, hogy határozzuk meg az X2-t, az X1 és az F függvényében. Felírjuk a lencsék első összefüggését. 1 per X2 mínusz 1 per X1 egyenlő 1 per f -t. Innen kiszámítjuk az x2, t az f és az x1 függvényében, és az x1 helyébe behelyettesítjük a mínusz d1-et. Így kapjuk x2 egyenlő f d1 törve d1 mínusz f-vel. Hogyha az a pontra alkalmazzuk a fenti összefüggést, és d1 helyébe két f-et helyettesítünk be, akkor az x2 egyenlővé válik két f tehát amit a rajzzal is bizonyítottunk. Folytatás. C. Az összegyűjtött adakotokat felhasználva számítsátok ki a tárgylencse D1-C 32 cm, valamint a D1-B egyenlő 36 cm távolságának megfelelő nagyítások arányát. Na most még olvasva is nehéz, hát akkor mennyire nehéz lehet megérteni ezt a feladatot, ezért próbálom nektek egy picit elmagyarázni. Arról van szó, hogy a tárgy különböző helyzetekben található a lencséhez viszonyítva. A C helyzetben 32 cm a tárgy távolság, ekkor a kép magassága. 30 mm. A B helyzetben 36 cm-re található a tárgy a lencsétől, ekkor a kép magassága 20 mm. Na most mi felírjuk a nagyítást a C helyzetre, felírjuk a nagyítást a B helyzetre, a következő képen felhasználjuk a lencsék második összefüggését, az a nagyítás képletét, beta egyenlő y2 törve y Egyen. A beta betába pedig behelyettesítjük az y2 helyébe a hát, a kép magasságát, az y1 pedig ugyanakkor a minden helyzetben, mivel a tárgy mérete minden helyzetben egyforma. Mínusz előjel azt jelenti, hogy fordított képünk jön létre. Így lesz a beta C törve beta B arány egyenlő 3-2-del, azaz 1,5-tel. D. Pont. A kísérleti eredményeket felhasználva határozzátok meg a lencse fókusztávolságát. Mit ismerünk? Ismerjük a nagyítások arányát két helyzetre, és ismerjük ennek a két helyzetnek megfelelő tárgytávolságot. Tekintjük a lencsék első összefüggését, meg beszorozzuk x 1 el így kapjuk azt, hogy x1 per x2 mínusz x1 per x1 egyenlő x1 per f -el. x1 per x2 helyébe behelyettesítjük egy per betát, és az x1 helyébe behelyettesítjük a mínusz d-t. Kapjuk azt az összefüggést, hogy beta egyenlő f törve f mínusz d egyel. Ezzel még sokra nem mentünk, mert két ismeretlenünk van, de hogyha felállítjuk a beta C beta B arányt, akkor már csak egy ismeretlenünk marad, és az egyenletből kifejezzük az F-et, a fókusztávolságot, ami egyenlő 24 cm-rel. A következő témánk a lencserendszerek. A, az A pont, a centrált lencserendszerek, azok több lencséből álló optikai rendszerek, amelyek közös optikai főtengelje rendelkeznek. Ezen a rajzon két gyűjtő lencséből álló lencserendszert rajzoltam fel, ahol látjátok, hogy az első lencse által alkotott kép tárgyként szerepel a második lencse számára. Itt is alkalmazzuk a már jól ismert előjel szabályt. Itt van például a mikroszkóp. A mikroszkóp két gyűjtőlencséből álló optikai rendszer. Az első gyűjtőlencse, ahogy a rajzon is láthatjátok, egy valódi fordított állású nagyított képet hoz létre. A második gyűjtőlencse egy fordított, nagyított és bocsát, egy egyenes állású nagyított és látszólagos képet hoz létre, tehát az objektív lencse nagyítása kisebb, mint zéro, az okulár lencse nagyítása nagyobb, mint zéro, mert a kép egyenes állású, és hogyha a két nagyítást összeszorozzuk, akkor a lencse rendszer nagyítását kapjuk meg, y2 per y1-et. Tehát egy centrált rendszer nagyítása felírható úgy, mint a lencsék nagyításának a szorzata. Egy optikai rendszer két lencséből áll, amelyek azonos optikai főtengelye rendelkeznek. A tárgy egy adott helyzet esetén az első lencse vonalos nagyítása beta 1 egyenlő 0,5, a második lencsé beta 2 egyenlő mínusz 2. A lencse rendszer vonalas nagyítása természetesen egyenlő, beta, beta 1 szer beta 2, azaz mínusz 1. A következő feladat szintén lencserendszerekről szól. Egy F1 egy 20 cm fókusztávolságú L lencs optikai főtengeire merülegesen elhelyezünk el lineáris tárgyat, amelynek egy elnyűn felfogott képe négyszer nagyobb, mint maga a tárgy. A. Számítsátok ki a lencse törőképességét, B. Számítsátok ki a tárgy távolságot. Megoldás. Ismerjük a lencse fókusztávolságát, innen a törőképesség is a fókusz fókusztávolság összefüggéséből kifejezzük a törőképességet, úgy, hogy a fókusztávolságot átalakítjuk centiméterből méterre, és megkapjuk, hogy a törőképesség egyenlő 5 dioptria. Mit ismerünk még? Ismerjük azt, hogy a tárgy, a kép négyszer akkora, mint a tárgy, ugyanakkor tudjuk, hogy az ernyőn valódi kép jön létre, a elencse által létrehozott valódi nagyított kép csak fordított állású lehet, ezért felírhatjuk azt, hogy a beta 1 az egyenlő mínusz 4 el és az a feladatunk, hogy meghatározzuk az x1-et. A Lencséknek az első és a második összefüggését használjuk, és azt tanácsolom nektek, hogy az x e, egy moduluszát, jelöljétek t ez egy pozitív szám, az X2 moduluszát K-val, és hogyha a kép négyszer akkora, mint a tárgy, akkor a K egyenlő négy T-vel. Ezt behelyettesítettek úgy a lencsék első képletébe, mint hogyha pozitív e, számok lennének, és megkapjátok a táj távolságra egyenlő 25 cm tehát az x1 egyenlő mínusz 25 cm, a képtávolság egyenlő 100 cm, tehát x2 egyenlő 100 cm-rel. A C pont kiszámítása már nagyon egyszerű lesz, ezen a rajzon látszik, hogy a tárgy és a kép közötti távolság egyenlő a Távolság moduluszának, illetve a képtávolság moduluszának az összegével 125 cm. -rel. Na most elhelyezünk az L1 lencse után egy L2 lencsét, amelynek a törőképessége 4 dioptria, és 1,5 méter távolságra található az első lencsétől. A két lencse egy centrált optikai rendszert alkot. Határozzátok meg a lencse rendszer lineáris nagyítását mert hát először is kiszámítjuk a második lencse fókusztávolságát, és utána megszerkesszük a képet. De ahhoz, hogy megszerkesszük a képet, szükségünk van a második lencse tal-távolságra, esetén a távolságra. Látjuk, hogy a két lencse közötti távolság A 150 cm. Ebből kivonjuk az első lencse által alkotott kép távolságát 100 cm -t és marad még 50 cm a második lencséig. Mivel az első lencse által alkotott kép tárgyként szolgál a második lencse számára, ezért a tártávolság 50 cm lesz. Megszerkesszük a képet, és látjuk, hogy valódi képet kapunk a második ö, lencsében. Hogyan számítjuk ki a betát a nagyítást? Ismerjük az első lencsének a nagyítását, ami egyenlő mínusz négyel, a második lencse számára a távolságot, mínusz 50 cm, ki kell számítanunk a második lencse számára kép képtávolságot, illetve a második lencse nagyítását. Felhasználjuk a lencsék összefüggéseit, mindkét összefüggését, behelyettesítjük az X2 x1 helyébe a mínusz 50 cm, az f2 helyébe a 25 cm fókusztávolságot, és így megkapjuk, hogy x2 jelzett egyenlő 50 cm, illetve a második lencse nagyítása mínusz 1. A lencse nagyítását megkapjuk úgy, hogy összeszorozzuk a nagyításokat, és ez egyenlő lesz négyel. Afokális rendszerencserek következnek. Az afokális rendszereknek az a tulajdonsága, hogy az első lencse képfókusza egybeesik a második lencse tárgyfókuszával. Az ábrán látható optikai rendszeren áthaladva az optikai főtengelyel párhuzamos fénynyaláb átmérője D1 egyenlő 3 cm-ről D2 egyenlő 2 cm-re csökken. Az L1 és az L2 lencsék fókusztávolságainak az arányát kell meghatározzuk. Na most ebben a feladatban bele van foglalva az afokális rendszerek másik fontos tulajdonsága az, hogy az optikai főtengelyel párhuzamosan haladó fénycsugarak párhuzamosan fognak kilépni a lencserendszerből. A rajzon világosan látszik, hogy a lentserendszer a lencsék közötti távolság el f1 plusz f2-vel, és a ö, két hasonló háromszöget ismerünk itt fel, és az oldalak arányaiból kijön az, hogy F1 per F2 egyenlő D1 per D2-vel. A feladatot még, feladathoz hozzátűzünk még egy kérdést. Ha a két lencse közötti távolság 40 cm, mekkora lencsék fókusztávolsága? a két lencse fókusz távolságán az összeg egyelő. 40 cm elítve a fókusz távolságok aránya 3 per 2, és innen meghatározzuk a két fókusztávolságot. A következő feladat így szól. Egy centrált lencer két F1 egyenlő 30 cm-es fókusztávolságú, illetve F2 egyenlő 20 cm-es fókusztávolságú lencséből áll. Egy tárgyat az F1 fókusztávolságú lencse elé helyeznek. Azt tapasztalják, hogy a tárgylencse távolság értékétől függetlenül a lencse lineáris nagyítása ugyanaz. Bebizonyítható, hogy itt egy afokális rendszerről van szó, a rajzon is látható, és a lencsék közötti távolság egyenlő 30 cm plusz 20 cm egyenlő 50 cm-rel. Ebben a feladatban egy afokális szerünk van, amelyben a második lencse egy szóró lencse. Ebben az esetben is bebizonyítható az, hogy érvényes az az összefüggés, hogy L egyenlő F1 plusz F2, itt az F2 helyébe egy negatív értéket helyettesítünk be, mert a szórólencse fókusztávolsága negatív és hátra maradtak még az illesztett rendszerek, az illesztett rendszerek lencséi közötti távolság nulla, a rendszerek törőképes a rendszer törőképessége egyenlő az egyes lencsék törőképességének az összegével, és ezt egy ö, ö, olyan feladatban próbáltam nektek elmagyarázni amelyben egy régi fényképezőgép lencserencejét mutatják be, az egyik lencse fókusztávolsága mínusz 70 cm, a másik lencse fókusztávolsága ismeretlen, és a lencse fókusztávolsága 30 cm. Felírva a fókusztávolságok összefüggését az illesztett rendszer esetén, ki tudjuk számítani a lencse rendszer, A lencse fókusztávolságát, illetve a görbületi sugarat. Házi feladatnak egy érdekes feladatot ö, ö, hoztam nektek, próbáljátok megoldani. Jó munkát és sok sikert kívánok az érettségihez!